Na csácsó, mi csata ezt a csokolád és traktorkerek. Szabasztok gyerekek, üdv a csatornán. Keeper jelentkezik a Farming Simulator 19 következő részébe, és akkora változások fognak lenni ebbe a részbe, hogy szerintem kössétek be az öveket. Először is marha gyorsan megcsinálja a Keeper a dolgokat. Igen, például megy a levesbe. Bocs. Kettő, megy a levesbe. Bocs. 3. Megy a levesbe. Bocs. Rendben. Akkor igen, sajnos volt abban. Igen, tudom, hogy volt abban mag. Nem baj. Meg kellett tőle szabadulni. Következő dolog. Tényleg, gyerekek, most egy kicsit felpörgünk. Nagyon sok dolgot úgy gondolom, hogy nem jól csináltam. Úgyhogy ez megy a levesbe. Visszaállításosan. Ez megy a levesbe. Visszaállítás dolog. Ez visszaállítás, oké. Okay. Ez nem állítás vissza. Hogy nem lehet, hogy tovább. Nem lehet mi. Visszaállítás, igen, oké. Okay. Ezt az egyet azért nem állítom vissza, meg a traktort, mert abból bajok lennének. Na várjatok, mi van még itt? Itt van a kis pótkocsi, meg itt van a izenk. Ah, itt van a borona is, jó. Ezt azért nem állítom vissza, mert... tele van mésszel, azt az egyet nem akarom elcseszni, mert minek, most ne roncsuk el. Nem mondok semmit, mi és mi gondoljátok, hogy Keeper hülye vagy? Megbolondultál? Mi történt veled? Hát én mindjárt meg fogom mondani, hogy mi történt velem. Egy eléggé merész lépést fogok alkalmazni ebbe a játékba, rüjellem ezt a környéket, megmondom őszintén. És nézzétek meg a minimapot bal oldatlen. 23, 24-es, 25-ös, 26-os föld. Fors. Fos. Nem fos itt, hanem fos. Nem jó. Kicsi földek, a környék szar, dombos. Nagyon nem. Nagyon-nagyon fúj. Fúj. Nagyon rossz. És elköltözünk. Igen. Fogjuk. Még itt idejében vagyunk. Nem. Nem fogom csinálni ezeken a kicsi földeket. Nézzétek meg, milyen földek vannak mellette. 23-as mellett megyünk el. Szar, távol van. Megint dombos. Megint nem jó. Nem jó, gyerekek. Teljesen el kell költöznünk, egy új életet kell kezdenünk most, mert nem jól döntöttünk, nem jól választottuk ki. Nem jól választottuk ki az életteret, ahol úgy gondoltuk, hogy mi tudunk létezni, de még van lehetőség. Kettő darab részt vettünk fel, gyakorlatilag egy darab nap nem telt el még a játékba. Még meg tudjuk csinálni azt, hogy viszonylag kevés veszteséggel. Igen, tudom, hogy vesztettünk, ugye az épületeket megvettük, és amiatt ez a buktunk, de még nem annyira késő, hogy ne tudjuk újra kezdeni itt az életünket. Nagyon gyorsan megyek ezzel az egyet. Ezt az egyet tényleg nem akartam elcseszni, hogyha már tele mertük ezt. Ugye tudom, hogy a vetőgép az például ment a levesbe kuka, mert ugye a vetőgép az tényleg... Tényleg az is, ugye akármit visszaugratsz abból, ugye elmegy, eltűnik a cucc. Azért is, mint hagytam is a silóba, a Fiatnál, Fiatba belengedhettem volna ugye a pótba izét, azt a, nem is tudom mennyi volt. Ha várjátok egy pillanatra. Ugye jöhet a vonat, arra meg nem kéne itten elcsapatni magunkat. Haj, nem lesz ez jó, hogyha itt megakadunk. Nem lesz ez jó, egyébként azt vettem észre, hogy igen, a játékban jobb a fizika. A járművek megrúgnak, és a járművek úgy viselkednek, mint hogyha nem valami atom erőművek lennének. Például ugye régenben, oda nézzetek, rúgott a gép mindazállat. Ugye a Hürlimann például fel tudott húzni egy akárhány ezer literes pótot, gyakorlatilag csak lassan, olyan, mint hogyha tényleg egy olyan váltó lett volna beleszerelve, ami 36 sebességes, és beraktad egybe és felezőbe, és akkor olyan lett volna. Olyan lett, mint hogyha... Na gyerekek, hadd mutassam meg, megérkeztünk az új otthonunkba. Nagyon közel van a bolt, első dolog, ami nagyon tetszik benne. Másik dolog, ugye itt voltunk, 24-es, 25-es, 26-os, szar, fúj, ugye? Nem jó, ezt visszaállítom egyébként azért. Meg mit? Igen, ezt is visszaállítom. És akkor gyakorlatilag ki is pakoltunk innen, nem kell nekünk ez. Nézzétek meg a hasonló különbséget. 24, 25, 26 méreteket. Nézzétek meg. 6-os, 12-es, 13-as. Viszonylag sík terep a bolttól egy köpésre,
És baromi jó. Na, és arra gondoltam, ebből kellene vennünk területet. Ugye ezt a földet, ami volt itt, ugye tudom, hogy volt hozzá néhány fa, meg minden, de nagyon szar terület, nem jó, bozótos, csekmetes szar. Ezt eladjuk. Eladjuk ugye gyakorlatilag ugyanannyiért, amennyire vettük. Most lett nekünk összesen 599 ezerünk, és fogjuk magunkat, és 599 ezer, hát azt mondja, hogy ez 438 ezer, már meg is vettük. A 6-ost, ugye a 12-es nem tudjuk, az kicsit drágább, 13-as még drágább. 6-ost meg tudjuk venni, utána szépen, egyébként itt elég jó, ugye elég jó, közel van minden, közelebb van mint ehhez a sarokhoz. Utána ugye tudunk terjeszkedni. Itt van egy olyan kis plac, ahol ki tudjuk alakítani esetleg a farmházunkat, a silónkat, meg ilyet látjátok itt mellette. De ugye később, meg hogyha még veszünk ezt a kettő földet, akkor itt ezen a sarkon meg bizony baromi jól ki lehet alakítani. Hát ez a kis sarok, ami itt van, ez egy füves rész, az körülbelül nagyobb, mint ez a 24-es, 25-ös, 26-os volt. Szóval, megvesszük a izét, 6-os földünket. Igen, megvettük a 6-os földünket, aminek barhára örülünk, és már megyünk is. Hát, azelőtt már nem érünk át, mi az arazott? Egy autó. Jó, és akkor már megyetünk is, ugye. Itt a 13-as, látjátok, hogy ez egy ilyen mondhatni fennsík, mert magasabban ugye található, mint a város, vagy itt a környék. Egy kicsit talán ritkább a levegő, de viccelek, de azért ki fogjuk bírni. Ja, ez a helyzet. Igen, megyünk, itt, hát ezek nagy földek, nézzétek meg a 13-as, baromi nagy föld, meg itt a 12-es annyira nem látszik, mert olyan növényzet van rajta egyelőre, ami ugye bele úgy néz ki, mint a táj, mert füves, és nézzétek meg, mekkora füves részek vannak, és nincsenek fák, ami nekem jó, mert oké, hogy örülök persze, ha van fa, jaj, de jó, tapsolok, de most nem örülök annak, ha van fa, mert általában állandóan pucolgatni kell utána. És itt van, nézzétek, ez a füves rész. Ez is például egy ilyen kaszálónak. Baromi jól meg van csinálva. És nézzétek ezt a földet, milyen hosszú. Mióta jövünk, 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 jövünk. Jövünk mellette pedig 61 km per órával. 62-vel megyünk. És jaj, de jó, végig egy jó dolog, ami a Farming Simulator 19-be került, ezt nézzétek, ezt a dús legelőt is, ez is baromira meg jó. És itt ugye tudunk silót kialakítani, fákkal szegélyezett, nem egy olyan dombos, dimbes vidék, mint a másik volt. Ja, azt akartam mondani, hogy végre a traktorok tudnak gyorsabban menni, mint a... Igen, ezt a Fiatot is fölvisszük, de ezt egyelőre ráér. Először vigyük fel a kombányt, veszünk hozzá egy aratószerkezetet. Ja, igen, végre, hogy lefele a lejtőn tudnak gyorsabban menni, mint a végsebességük. Régebben ugye nem tudtak, hiába volt 40, vagy mondjuk ha 42 volt a vége, hiába volt lejtő, akkor is csak 42-vel tudott menni. Most ez is egy jó dolog. Oké. Okay. Úgy látom, hogy azért a készítők valamilyen melyest próbálkoznak. És ha megfigyelitek, most elviszom a Fiatot mégiscsak, mert meg akarom mutatni, hogy erre balra, hogyha elvész. Ugye erre is el tudnál menni, de most nem arra megyünk. De hogyha itt kijössz a boltból, ó, üzemanyag, gyerekek, üzemanyag, üzemanyag utánpótlás kell. Úgyhogy bocsánatot kérek, majdnem elfeledkeztünk róla. Elmegyünk üzemanyagot venni. Már lehet, hogy mondtátok is, hogy hehe, képőr üzemanyag. Felhúzunk valahol. Ez elég messziről már tudja tölteni például. Innen, nem is kell bemenni a kutfáig. Ja, hitelt tudunk felvenni, egyelőre nem veszek. Ha szükségünk lesz rá, akkor fogunk venni fel. Jó, mehetünk vissza. Ez a kis Fiat traktor, ez egy ilyen kis... pont tökéletes lesz ilyen farm körüli munkákra egyébként. Úgyhogy ezért ezt megtartom. Írtátok, tudom, vegyek nagyobb kombájn, vegyek nagyobb traktort, sokan írtátok. Nem fogom tudni megoldani most, mert kell a pénz sok mindenre. Ugye például, ja, inkább az olyan dolgokat kellene kiváltani, mint a... Például az a vető az iszonyatosan kicsi. Azzal a vetővel 100 évig fog tartani egy föld elvetése. Ja, megírtátok a gyapotot, hogy a gyapotot ugye... valaki írta, hogy vegyek vágóasztalt, gyapot vágóasztalt a kombányra. Nem, az nem úgy működik, hanem ugye külön technológia, az minden külön kell. Ugye ez külön kombány, betakarító eszköz. Ja, itt feljössz, látod a bolttól, és akkor itt van kapásból a 13-as föld sarka. Itt a minimapon látod, és akkor itt már egyből is jutsz a izéhez. A tudod mihez. Egyébként tényleg itt nagyon nagy területek vannak. Például nem tűnik olyan nagynak, ez a füves kis sarok, ez is viszonylag jó. Használható izének.
siló, vagy bárminek. Egyébként arra is gondoltam, hogy azt is meg tudnám spórolni, hogy egyelőre nem vennék silót. Mármint gabonasilót. Mert minek? Mert igazából eladásra megy minden, akkor egyelőre mondjuk, hogy ilyen bucsúcigány módjára fogjuk csinálni, hogy nem lesz épületem. Nem. A farmház például egyenesen értelmetlen, szerintem. Jó. Nagyon dizájnos, érdekes. De 5000-re tudsz pörgetni, ugye azt nyered, hogyha ott alszol, azt hiszem, hogy 5000-re tudsz pörgetni. Hát nekem igazából, hogyha 120-szal pörgetek, nekem az is bőven jó. Hogyha majd később ugye lesz annyi pénzünk, mint a pejva, nem tudunk vele mit kezdeni, akkor majd nyugodtan tudjuk azt csinálni. Jó, ide leolakom a Fiatot, mert úgyis majd ezért fogunk holdani a szemet. Ezen napraforgó van, ugye? Úgyhogy ehhez majd kellene nekünk egy napraforgós vágóasztal. Amit szerintem meg is veszek, mert akkor már lehet, hogy azt is fogjuk csinálni, hogy ilyet fogunk ültetni. Na, eszközöknél nézzük meg. Kukoricavágó az, ugye? Várja ezt elviszi. Ez bizony szuper. Nem tudom egyébként, azt hiszem, hogy nem nagyon viszi el a nagyobbat. Jó, vigyük meg ezt a szart, aztán jó van. Vásárlás. És akkor a legelső bevételünkből azt fogjuk csinálni, és kacok. A legelső bevételből azt fogjuk csinálni, hogy veszünk nagyobb kombányt, veszünk nagyobb vetőt. Ugye ez a kettő. Egy olyan vetőt, ami tud trágyázni, és aztán akkor kapásból azt kiváltjuk azt a dolgot. Nagyon sokat agyaltam, hogy mi legyen a... Hát ez a vágóval egy darabig el fog dolgozni, de hát nem baj. Úgyis gépi munkással akarom csapatni, addig meg akkor tudunk más csinálni, jó? Nem tudom, füvet el tudom-e adni, például egy kaszát lehetne bérelni, lecsapni az egész területet, ugye ott az a füves részt, és akkor mindjárt azzal is tudnánk valamit kezdeni. Basszus, hadd mondogassam még, mit akartam csinálni. Igen, egyébként Fábián Zsolt javasolta, hogy adjam el a földet. Ő egyébként mondta, hogy ő úgy csinálja, hogy mindig vesz egy földet, learatja, utána eladja róla a szemet, utána eladja a földet, és vesz még egy földet. És akkor soha nem vett például, de azért... Nem tudom, valamilyen szinten röghöz kötött vagyok, meg szeretnék egy ilyen kis bázist, időzeljes bázist kialakítani, és azt csak úgy lehet megcsinálni, hogyha van egy szó szerint egy bázisod, és nagyon sokat filóztam rajta, ugye, hogy közben itt megnyitom a minimapot, azt nézegessük, hogy belegondoltak itt a bolthoz közel, mert ugye bolthot be lehet ugratni most már csak, bolthoz közel itt a 13-asban, azt nem tudtam volna megvenni, 12-es, 10 vagy a 6-os, az meg közvetlen mellette van, és ez nagyon jó, és eléggé közel van minden. Úgy tényleg a vasúti siló, ugye a kikötőit, gabona elevátor, itt minden szinte közel van. A 6-os mondhatni majdnem középső terület, hát ugye a 7-es a legközelebb, ami mellettünk van. Itt van a biogáz is közel, és ezek tényleg sík és nagy földek, úgy gondoltam, hogy ez lesz nekünk a tök jó. Könnyen el lehet érni mindent, ugye út mellett van kapásban. Az a 24-es, 25-ös, 26-os az meg iszonyatosan kicsi terület volt, a mellette lévő területeket, ha sorba veszed, látod a 19-esben, 23-es, 22-es, meg a 14, 15, 16, 17, szóval úgy terjeszkedhetsz csak, hogy szopod, mint az őrült, mert még csak a kicsi területeket vehetetnek, itt meg folyamatosan a nagyokat vehetetnek. És nagy kaszálók vannak, nem tagolt, szerintem ez egy jó megoldás, mindenképp a játék. Hoppá, bocsánat, kérek, nem akartam neked menni, tesó. Jó, hát ezt neki is durrantom ennek a földnek, aztán adjál neki. Nem tökölünk el. Jó, hát ezt kicsit csálén oldottam meg. Jó, kiugrunk. Aztán hadd menjen. Mennyire gyors. Hát ez nagyon lassan telik, úgyhogy nem lesz vele gond. Jó, addig tudunk más csinálni. Silót nem hiszem, hogy fogok venni. Gabona silót. Azon tudunk venni esetleg nagyobb traktort, ilyesmit. Nézzük meg a kombájnokat, jó? Amíg dolgozik ez ugye addig, amíg megnyomom a P-t, hogy ne dolgoznak. Tényleg itt átnézzük a dolgokat, jó? Takarmánygyűjtő. Nem. Üljen el egyébként. Betakarítógépek. Hát egy olyan kombányt, amelyik már. Olyan jó lenne. T560-asnak. Meg kellene nézni. Igazából az arató szerkezet az nagyon domináns, úgyhogy azt meg is nézzük. Kukoricavágó. Ez melyikhez való? Nem szokta ezt írni? Hát, az meg valamit írhatna, hogy hány, mit tudom én mi. T560-ashoz jó. Ja. Ez melyikhez való? T560-ashoz jó. Ez is?
De nagyon szeressük. Jó a T560, ez jó a T560-hoz. De a T560 az egy kicsi kombány. Tényleg jó hozzá? Ezt szorok hozzá, várja. T790, a T560 az egy kicsi kombány. 285-be kerül. 285-be kerül, ugye. Ha mostanit eladnánk, a kombányt azt jó lenne egy nagyobbat venni, mert az a iszonyat nyüglődés lesz azzal élni, cuccolni. Nézzük már meg akkor, hogy mit tudunk itt a banki dolgokkal csinálni. Hol van a bank? Valahol van. Pénzügyeknél. Nem tudom, mennyit tudok felvenni, várjál. Vegyük fel az összeset. Ó, gyerekek, ez nagyon tuti. 393, jó, oké, kombányváltás lesz. Nem kormányváltás, hanem kombányváltás. Megveszik a John Deere-t. Kész. Itt már nagy ugrások vannak. Ja, nem 790-es, tesó, 560 nekünk az elég lesz egyelőre. Mit lehet? Kerékmárkát? Michelin. Tudom, hogy mit módosít, szerintem semmit. Kerékbeállítás. Fú, széles gumik. Hernyótal plusz 20 ezerért. Szerintem... 7500-ért vegyünk neki ízeiket. Hernyótal szerintem nem kell. Nem kell az. Jó, oké. Jó lesz ez. Jó. Nem béreljük, vásároljuk. Nem szeretek bérelni. Oké, másikat meg el fogjuk adni. Mindig úgy van, hogyha lehozom a boltba, akkor többet adnak érte, úgyhogy lehet, hogy akkor azt kellene csinálni. Veszünk hozzá egy kukoricavágot, és akkor egyelőre lehet, hogy a kukoricába fogunk gondolkozni. T560-ashoz jó elvileg, ugye? Kukorica is nézébe fog. 9 méteres, szerintem ez teljesen jó vásárlás, igen. Nem szeretek izélgetni, nem szeretek bérelgetni, bocs. Ezzel már, jó, ezzel már elboldogulunk. És ne feledjük, hogy nem csitelünk. Hoppá, kivittük a táblát. Ne feledjétek, hogy nem csitelünk, hanem megpróbálunk úgy játszani ezen a mapon, hogy teljesen egy az, hogy cheat nélkül. Hát ezzel nem tudom, hogy mennyire fogok elférni. Gondolom kellett volna egy üzét hozzá. Az van egy kocsit, de hát ott hagyjon meg. Próbálom felmenni. Hát remélem nem jön be sembe semmi. Vaj, elmegyünk erre most egyet, megnézzük, hogy itt mi a szituáció. Itt is fel lehet menni, hogy ezt a petyát, de gyors ez a kombány, gyerekek. Hogy rohagy meg? Ez nagyon adja. Már én félreállok addig, amíg elmegy. Ez nagyon adja ez a kombány, ez nagyon gyors, rohagy meg. És akkor valószínű, hogy ezért fogunk egyelőre. Itt jó merelek, hallod? Nézőjéhez kell mennünk, ugye a hatoshoz, még egyel odébb, ez baromi nagy az a... Mondjuk itt úgy látom, hogy ez jó lehetős ez a terület, itt kaszálónak nem a legjobb. De nem baj, ugye lehet alakítani a területet is most már. Jó lesz ez itt, figyelj, itt is egyből a izéhez, hatoshoz el tudsz érni. Várjál, félreállok, tesó, csak engedj egy kicsit. Oké, kivittünk megint egy táblát, na miért ne? Oké. Jó, a hatos az pont így az útkövé. Ó, hát ez nagyon jó helyen van, jó, nagyon jó. Meg is indítom akkor ezt, a másikat meg leürítom, ezt adjuk el. Szóval nem tudom, hogy beviszem, akkor többet adnak-e érte, majd meglássuk. Ez más föld másik végén indítom meg szerintem. Elnézést! Elnézést. Ja, itt ez a rész, látjátok, ez a füves rész, ezen simán tudnék valami farmsilót csinálni. Meg ugye ezt itt fel tudnám használni arra, hogy itt tényleg itt létezzek. Na, adjuk neki is annyit. 44 ezerünk van pénzünk még. Bit. Áj, de jó, jó lesz. Ez a kombány, ez nekem tökéletes lesz. Nem is kell egyelőre több kombány. Ez már mindjárt jobb. Olyan kovácsunk a másikba? Ja, ezt egyből meg is állunk. Ezt leürítjük. Leürítjük a portba. Az a Fiatnál van ugye a másik oldat, ezt eladjuk a francba ezt a kombányt, és akkor ebből meg esetleg tudom majd valami, hát lehet, hogy egy nagyobb vető kellene erre a földre. Van, de mennyivel jobb a gazdaságunk, mint ahogy kezdjük az elején. Hát azok a pici földek, ez görgítőek voltak, srácok. Hopp, nem jó helyen van a izé. Nem, oké, jó helyen van. De a John Deere, nehogy nem jó helyen legyen. De hát az még messze van. Jó lesz ez, srácok. Nagyon tetszik. Nagyon tetszik, jó.
ki is üritem. Ez már félig megtelt. Ez a pót ez nem valami nagy lesz. Úgyhogy egy nagyobb pót is kell erre. Meg valószínű, hogy Johnnyval kellene húzgodnom. Mert ez a fiatal nagyon lassan fogom. Ugye egyből eladásra nyomjuk. Ezt learatjuk ezt a területet, aztán akkor kicsit átgondoljuk itt a helyzetet. Traktorügyileg is, meg vetőügyileg is. Jó, srác. Adjál neki, annyi. Ugye lassan indul el ez a kombány. Jó, lemegyek akkor, eladjuk a kombányt. Nem tudom, hogy tényleg úgy van-e, mint régen, hogyha oda viszed, akkor drágábban, nem baj, ráérek addig. Megnézzük, hogy úgy jó lesz-e. Ez a villogot bekapcsol, itt villog. Wow, tök jó, vég szépen körbe is megy minden, hogy kell. Oké. Megnézzük, mennyi, hol veszik jól a napraforgót, elnyomjuk szépen. Ezt, hát igen, egy síló is kellene, ugye azért gabonasíló, hogyha az árakkal akarunk egy kicsit játszani. Hogy olcsóbban, drágában adjuk. De lassú ez a kombány, jó, hogy de jó cseréltünk. Ugye még így elmenni egyik földről a másikra is. Mondjuk nem, mint hogyha most nagyon kellene közlekednem, amikor egy föld nem lesz. Kell majd egy izét, ott kialakítunk a föld aljába egy ilyen kis farmot magunknak, de igazából még nem kell. Úgyhogy nincs rá szükség. Jó, meg nagyon jó, hogy itt van közel a bolt, ez is tetszik. Egy nagyobb vető is kellene, amit a Johnny el tud húzni. A legnagyobb vető az lesz, ez az szerintem a projekt. Hát itt én úgy gondolom, hogy itt ezt lehet, hogy lemegyek. Hű, srácok, ide kellene egy utat csinálnom, ugye lehet most már alakítani a területet. Itt lehet, hogy ide majd csinálok egy útat. Utat. Nem tudom, merről jön a vonat, jobbról, balról. Akkor itt egy kicsit elmosonok. Moson a foson. Ezt miért mondtam? Moson a foson, kipörte mi, hogy egy baromi lehetően irányítható ez a kombány. Annyira szopás. Annyira lassan tekerni át a kormány. Ja, itt meg ilyen oszlopok vannak, hallod, nem lehet kivenni. Rohagy meg. Nem állja. Nem volt jó. Á, te nagyon hosszú. Áj, tüsszeltettem. Köszönöm szépen. Elnézést kívánok. Halál. Menjünk. Ja, a látótávolsággal nem vagyok kibékülve ebben a játékban, ugye általában mindennel ki vagyok. Hát gyerekek, rendes úton jöttem volna, az is jobb lett volna. Stabtáblát egy kipagy szinte, vagy icipicit. Nem találtam, azt hittem eltalálom. Nem áll most stabtábláról az jut eszembe, hogy meg kell állni, hanem azt, hogy kiütökni. Bocs, rác, nem tudom, mi van velem. Na, valami izé régen volt, hogy beálltál ilyen srappos részt, de miért ennyivel megyünk? Istenem, ez a végsebesség ennek az őknek. Akkor ugye drágábban el tudtad adni, hát mindjárt körülnézünk gyorsan, de lehet, hogy gyalog jobb. Szerintem gyalog gyorsabbak vagyunk, mint egy pöszme lassú. Vagy ide parkolóba kell beállni, vagy hol kell beállni. Tényleg régen volt ilyen, valami ilyen. Ide lekom, aztán mindjárt megnézzük. Nincsen szerintem olyan, mert akkor itt egyből írna. Na, várjál. Vagy ez lenne az? Ez lesz az. Aha, jó az. Drágábban eladjuk, hogyha idehozod. Úgyhogy mindent érdemes ebbe hozni, mert nem is tudom mennyiben, 30 vagy 50%-a drágábban megveszik. Úgyhogy az, hogy ugye ha már sorozat frész címe az, hogy legyünk pro playerek, akkor ezt se hagyjuk ki. Minden pénz számít. Ide beállsz szépen. Lehet, hogy le is dobom. És akkor szépen külön. Hol van ez a... Hallod? Rajta állok, mi? Eladás. Oké. Okay. Eladás. Oké. Okay. 133. Ez egy jó állattuk, gyerekek. Izaire adtuk 90-ére 2. Na nézzük. Nézzük, mit csinál a Johnny. Mindjárt megtellik. Szépen koszosodik, jól van. Na srácok, az lesz a szitu, akkor innen folytatom a következő részben. Nagyon jó, hát ez a széles vágó aztán kicsit kellemesebb. Innen folytatjuk a következő részbe, írjátok majd tippeket, trükköket, meg írjátok meg, hogy szerintetek jó választás volt, de hogy átjöttünk erre területre. Na csáó!